Üdv mindenkinek! Aki esetleg lemaradt volna a legutóbbi streamekről, annak mondanám, hogy... visszamentünk sokkal korábbi területekre, sokkal korábbi bosszokat megölni. Például. Megcsináltuk a lovas dungeonöket is. Ugye van az alap, ami itt van. Itt van valahol. Igen, a Fringe Folk Heroes Grave. Aztán van egy olyan is, hogy Gjallmir Heroes Grave. És van egy olyan is, hogy Auriza Heroes Grave. Ezekben az a közös, hogy mindegyikben van egy lovas. Mindegyikben van egy lovas. Vagy több lovas. És vannak benne lótak, meg bosszok. De a lovas az mindenféleképpen közös ezekben a dungeonokban. Úgyhogy ezeket például megcsináltuk. Átnéztük a Kapitólium föld alatti részét, teljesen. Megöltük Gottfried és Morgothot. Így most már tudunk menni ezen az útvonalon. Állokkolódik ennek a szigetnek az utolsó zónája. Ez a havas rész. És ott végre megöletem Juno Hozlót. Ami nagyon fontos. Illetve az is nagyon fontos, hogy ezt addig csináljam meg, ameddig meg nem ölöm Rijkaardot, tehát hogy ezért nagyon fontos. A Rijkaard kill-el sok minden fog majd triggerelődni. Például az is, hogy Patches átvonul erre a részre. Például ez is. Ó! Köszi a klipet, Astronomist! Ez már békafóbia? Úgyhogy... ja, találkoztunk Corin tesóval is. Úgyhogy vele is dumáltunk. A Dangiter küldetése is haladt, mert őt is megtaláltuk. Margitot, mivel legyőztem, ezért le kell menni majd itt. Egy olyan részre, amit Margit zárt el. Illetve még fölírtam magamnak egy olyat, hogy a kastélyba vissza kell mennünk. Úgyhogy most a kastélyba visszamegyünk Godrichoz, mert elvileg Morgott kije triggerelte az NPC-ket. Vagy bágos, még mindig. Now I can do. Can I? Now I can. Can I? Jó, most itt kéne lennie a kettő NPC-nek bent a teremben. Kenneth Branagh, nem? Kenneth akárkicsoda. Kenneth akárkicsodának meg Nefeli Lúnak itt kéne lennie, de nincsenek itt, hogy úgyhogy nagy valószínűséggel bebugolt a questünk. Tehát valószínűleg ehhez nem kellett volna a Morgott kill. Szóval nem tudom. Tehát ők hárman, ő, akit úgy hívnak, hogy Gostok, Nefeli Lú, illetve Kenneth Hennet, vagy mit tudom én kicsoda, ők nekik bent kéne lennie. Vagy legalábbis kettejüknek biztos bent kéne lennie, de látjátok, nincsenek bent. Zakika azt javasolja egyébként, hogy beszéljek velük még egyszer, hát ha az majd triggereli itt a dolgokat. Dangiter, ő kicsoda? Hát, a gitáros, egy dangitáros. Mobu? Mekré. Szia Mobu, látta? A tegnapi vodban említetted, hogy kíváncsi vagy. Én leidéztem Melinát Morgothoz, hogy lássam, van-e valami szövege, és mert kíváncsi voltam a movesetre, ha érdekel, akkor leírom, hogy milyen. Én megnéztem közben tegnap este, hogy milyen. Mesélj róla, Mobu, hogy te mit gondolsz, aki esetleg egyébként nem látta volna. Hasonlóan
viselkedik Melina mozgásban, mint az assassinok. A Darkblade-es assassinok, vagy Dark Knife-os, mit tudom én, hogy hívják őket, az orgyilkosok. Csak neki nem az orgyilkosok pengéje van, hanem egy teljesen más ilyen szent penge, vagy a fene se tudja milyen pengéje van. De totálisan úgy ugrál, mint egy assassin. Black Knife assassin, pontosan úgy ugrál. Ugyanezt mondja. Sziasztok, nem bágos, nekem is ez volt, nekem a vulkános terület bossza után mentek át az NPC-k. Oké, Quantum Loop, oké, és akkor legyen az. Aztán, hogyha utána sem mennek át, akkor utána majd mondhatjátok azt, hogy hát valószínűleg a Radagon halála után. Igen, hogy is hívják? Mit tudom én már, hogy hívják? Radagon, igen. Jó, én hiszek neked, tehát, hogy amúgy más nagyon nem tudunk csinálni Quantum Loop, mint ahogy várunk. Ja. Oké, tehát akkor ő még mindig itt van, a Roundtable Holdba is elmegyünk, Nefelivel is beszélünk, aztán visszamegyünk, megnézzük, hogy átmentek-e már, és hogyha nem, akkor majd Ricardo helyre teszi a fiúkat. Oda néz. Értékel... Mit kapok akkor, hogyha értékelik az üzenetemet? Egyébként. Kapok valamit? Újra töltődnek a flaskáim? HP-t tölt. Uh-huh. Gyógyulok egy picit. Na, az tök jó. Szerintem egy az egyben a Black Knife Assassinok movesetje, azzal az eltéléssel, hogy amikor meghal, akkor egy fa lesz a helyén, és a Blade of Callingot használja, ami aranyszínű. Szövege sajnos nincs a boss fight kezdetén. Ez itt ennyi. Akár boss fight közben is. Nice, ez tök király. Jó, szerintem ez rippentyű, srácok. Mármint, hogy most rippentyű, de megnéztük. Oké. Mi az, amit még meg akarok nézni? Church of Wow. Új PS Plus láncsol júniusban 700 játékkal. Ó, köszi az infót. PS Plus Extra, PS Plus Premium, aha, tehát, hogy ilyen tírek vannak. Aha, tehát az extrában több mint 400 játék van benne, és ez 5 dollárral, euróval drágább. Ahogy látom, havonta. Premium pedig az alapverzióhoz képest 6 dollárral drágább, tehát 18 dollár. És ebben meg már 740 játék is pluszba benne van. Cloud streaming is van. Wow. Menő. Time limited game trials is van amúgy a prémiumban. Tehát meg tudod, tehát ki tudod próbálni a játékot, mielőtt megvennéd. Greetings. Oh, what have we here? Very well. Kár, hogy nem mond ilyenkor semmi különlegeset. Én úgy emlékszem, hogy a DS3-ban, amikor adtunk egy scrollt, vagy azt hiszem scrollokat kellett adni, vagy könyveket, már nem emlékszem, akkor mindegyikre más szöveget mondott az illető.
Lord's Heal, Lord's Aid. Tök király amúgy, köszi szépen az infót Mobu így Melinával kapcsolatban. Melinával meg Ránival kapcsolatban amúgy rengeteg teória videót néztem, szóval lehet, hogy ma spoileres leszek sokaknak. Wow. Leszedi a build upját a Poisonnek, a Bloodlustnak, a Sleepnek, a magáról a casterről, illetve a caster közelében levőkről, illetve a Poisont magát is kúrálja, illetve lehet delayelni az aktiválást, hogyha holdolom. Illetve itt van a Lord's Heal. Ezt is lehet delay-elni. És azt mondják, hogy legyek én az Elden Lord. Sorcery-ből most nem tudunk venni, de talán a Roundtable Hold-ba most tudunk vásárolni pár varázslatot még. Egy pillanat közben megnézem, hogy mi újságot csinál Kalácska, mert nem látom sehol. Na, itt vagyok. Felhúztam a redőny neki. Mert csak az egyik redőny volt felhúzva, és pont nem az, amiből tudott volna a bútoráról, a kis játékáról kukucskálni. Jól néz ki ez a sisak? Hát, amúgy én lecserélném. Dárkénes. Na, tehát vendorozgatunk. Egyelőre Melinával kapcsolatban csak elméletem van, hogy kicsoda, de majd hátha megtudok többet később. Na, ide jövünk. Hát, vannak... Jó, hát igen. Tehát a teóriák azok megvannak, de vannak fix dolgok, Zakika, amit ugye leírnak, tehát, hogy van egy csomó dolog, ami fix karakterekkel kapcsolatban, és ahhoz meg jönnek a elméletek, teóriák. Igen. Ja, akkor úgy néz ki, hogy én nem minden megvan. Jó, azt hittem, hogy még maradt valami. Na, királyság, srácok! Dungeter. És... Tudom, hogy mire készülünk. Meg kell hoznom egy döntést. Srácok! Ha megtácsol a Frenzied Flame, akkor azzal nem rontok el semmit. Azzal nem rontok el semmit, hogyha megtácsol a Frenzied Flame, max annyit, hogy Melina, az igen.
Menina morcos lesz ránk. De ennyi. Tehát, hogy nem ő fogja... Na várjunk. Annyira vissza lehet vonni a dolgokat, hogy akár még ő is gyújthatja meg a tüzet? Zakika. Na, ő most nincs meg, hogy ő most így kicsoda. Hihetetlen, hogy itt a szúnyog. Menj már innen, szúnyog! Hát most mondjátok meg, van ilyen? Takarodjál, szúnyog! Hihihi, de undorító vagy! Kösz, megölte. Ez halál. Fú, ezek a szúnyogok! Hat endingből kizárja a többi ötöt. Ha rajtad hagyod, nincs választás az endingnél, a hat endingből kizárja a többi ötöt. Azt elérheted, hogy ne Melina gyújtsa be, és utána visszavonhatod. Aha. Tehát akkor igazából elérhetem azt, hogy Melina ne gyújtsa be, de ő is akár begyújthatja, azt mondod, Zakika? Akár ő is, nincs igazán kigondolom, hogy ha életben marad a maradék a trending. De se lesz lepe. Ja, okés, okés. Na, srácok, most megadjuk neki. Sword of Milos. Én Hiattának a küldetését szeretném végigcsinálni. Neki nem kellett volna a Seedbed Curse-t adnia? Amúgy. Ha rajtad van, akkor ő nem tudja begyújtani, csak ha leszeded magadról, nem? Nem tudod előtte leszedni magadról, csak miután begyújtatod. Á, okés, okés, köszi a válasz, srácok. Sword of Milos. Sword of Milos. Great Sword. Oh, wow.
Tehát Milosz kisebb volt, mint egy óriás. És ez a fegyver egy óriás gerincéből van, hogyha jól értem. Blackguard, Bogard questjét kell megcsinálni a Curse-hoz. Akkor nem is tudjuk megcsinálni? Tehát, hogy vel Bogardot megöltem, ezért rippentjű az öt Seedbed Curse ezek szerint. Simán lehet amúgy. Wow, milyen jól néz ki. Ja, elfelejtettem, hogy utána nézze, szóval nekem például azt mondta az Amor Ruins-nál a bácsi, hogy csak így mentetem meg mellé, hát ha én magam gyújtom be. Ja, ott még nem járok, ott még nem járok. Ha mellé a sztoriáját kicsit bővebben szeretnéd, érdemes előbb a Mountain Stop Amor Ruins-ig elmenni. Ott van egy régi ismerős, aki elmondja, hogy a három újat, vagy a három újat nem csak egy okból tudod felkeresni, hanem másik oka is van. Oké, és akkor előtte elmegyünk oda. Van elég köz, csak azzal plusz egy. Ó, zsír. Köszi. Zakik az infót. Na nézzük, mi kell ehhez. 19 dex, 15 STR. Na, csináljuk. Na. Tehát. Dex. Mondjuk ez menjen inkább át a Radagonra, ez pedig akkor a Dexre. Oké, mutasd csak, jó. Csak kéne hozzá mana, gondolom én. Szevasz, Levi. Király, jól néz már ki. Égnek mellettem a rákok. Tehát ilyen resistance leszedő cuccot csinál. Amíg aktív, a strong attack-ok combo attack-ká változnak. Wow, azt láttátok? 1, 2, 3. Tehát ilyen kombaltak lesz. És plusz egy negyedik. Na nézzük csak. Ja, mert egyébként ilyen lenne a moveset. Wow, de király! Hát ez nagyon zsír. És lehet charge-olni ilyenkor? Úgy néz ki, mintha lehetne. Hát igazából nincs különbség. Jó. Király amúgy ez az animáció. Nagyon király az animáció. Oké. Tehát most inasba raktuk a Dungeetert. Közben egy kis érdekesség. Akik ilyen teóriákon, lórokon nem elmélkednének. Marika Scarseal, Radagon Scarseal. Érdemes megnézni a jeleket rajta. Kommentár nélkül. Mármint, hogy ezt most kommentár nélkül mondom. Jó. Megvan ez. Úgyhogy nézzük meg, mi újság a Roundtable Hold-ba. Mi újság velem. Szia, Duriel. Szevasztok, srácok. Erre kell menni hozzá. Nem, másik irány. Oké, ez az.
Szevasz! Despite the curse stirring within you, no one has succeeded in that before. How? I thought. Then it hit me that you are, in fact, me. And I am the Dung Eater. It is my flesh that must receive the blessing. Pilat. Dung Eater. Ah, Dung Eater, itt van. Okay. Give me your blessed file, my again, and again till a cursed ring coalesces, that may one day defile order itself. Countless I have killed, and countless I have defiled, and soon the fruits will be born. Hundreds will be reborn cursed, and they'll bear thousands of cursed children, who bear tens of thousands more. A few of those will be born just like me, and they'll kill and defile and bless in my stead. The rotten fools. My fate was the grandest, most brilliant. Ott egy napocska a nyakába. Corporeal flesh lies in the sewer jail beneath. I give it your blessing. Defile my flesh with the seedbed until a curse ring coalesces that may one day defile order itself. My corporeal flesh. Give it your blessing until a curse. Okay. Tehát azt mondta, hogy vigyük el a ezeket a seedbed körzöket a hullájának. Vagy legalábbis a testének, ami ott van a lent. És már van kettő. Van három, bocsánat, és még kell kettő. És hatot lehet szerezni. Így van, három a Kapitóliumba, és tehát abból egy, amit mondott Zakike, hogy a Blackguardos questtel. Igen, egy van a Volcano Manorból. És kettő a Kapitóliumból ezek szerint. Hát, meg nem mondom nektek, srácok, ezek szerint kettőt most a Kapitóliumból szereztünk. Bár én azt hittem, hogy már sokkal hamarabb. És kettő lesz ezen az Elfél Brace of the Helicrin. Ott még egyáltalán nem jártam. Oké. Okay. Jó. Akkor most már ezzel is tudjuk, hogy mi van. Be lehetne járni Leyndelt, illetve le is lehetne menni... hát oda. Oda, aminek az alján lesz az. Ami... ilyen fogdosás lesz. Jó, hova menjünk először? Az Elden trónhoz kéne szerintem, hogy körbenézzünk egy kicsit a Kapitóliumban, ugyanis keresünk egy szobrot. Egy Radagon szobrot keresünk. És ha már Radagon szobor, akkor az a fővárosba kell, hogy legyen, és mi még azt nem találtuk meg. Ott volt Godfrey szelleme. És onnan kezdődött az egész. Ott jöttünk föl. Így van.
És azt nézem, hogy ott harcoltunk-e. De biztos, hogy harcoltunk. Biztos, biztos. Ott van egy fuvolkás csóka. Itt szereztünk meg egyébként egy varázslatot, amit még nem néztem meg, hogy pontosan micsoda. Egy varázslat, ami... Blessing of the Earth Tree. Aha, ez igazából csak annyi, hogy heal. Healek. Healek nem érdekelnek. Ezt innen szereztük. Kapcsolunk egy lámpát. Meg itt van kint egy assassin. Nem nincs kint assassin? Ja, akkor az assassin most már nem fog minket megszivatni. Úgy néz ki, hogyha az assassint egyszer megöltük, akkor ő már nem lesz itt. Itt vannak az új olvasó nénikék. Itt meg hát szerintem arra utal a játék, hogy menjünk körbe. Nézzük meg. Milyen megmászni ezt? Elvégre ezért vagyunk itt. Aha. Nos, nekem ide kéne lejönnöm. Nem tudunk mountolni. Ott van Grand Saxe és ott a lootja. Vagy hogy hívják. Aj, Xoran. Ne haragudj, de ez egy indokoltabb, több órás eltiltás, hogy így elszpoilerezed a dolgokat. Sajnálom, srácok, hogy nem bírjátok ki, hogy nem magatokba, hogy nem tartjátok magatokba az információt, és nem hagyjátok, hogy én fedezzem fel a dolgokat. Annyira szomorú vagyok, srácok, hogy spoilereztek orba szájban. Hát tehát ez nem működik, ezt nem lehet most meghúzni. De erre még eddig nem jártunk. Jó, egyébként is erre akartunk jönni, mert ott a lándzsa. Na, mit mondanak itt az üzenetek? Regression alone reveals secrets. Didn't accept message. Praise the message. Elvileg akkor ő Radagon? Srácok. Balázs megkérdezi, hogy szubolni a chat, úgyhogy nem szab. Érdekes. Érdekes. Balázs, mit gondolsz? Akkor szabolni a chat? Hogyha tudsz írni? Szóval elvileg így néz ki Radagon. Vagy legalábbis így nézett ki Radagon. És a trükk az az... Nem ez a trükk. Van egy trükk, de már nem emlékszem, hogy mi. Egy képességet kell elnyomni, de nem tudom, hogy melyiket. Lehet, hogy az nincs nálam. Ja, hogy nem, ez egy tipp a spoiler ellen. Az helyzet, attól, hogy valaki még fizet, attól ugyanúgy lehet hülye. Érted? Tehát, hogy
Na. Tehát... Lehet, hogy amúgy nem ez lesz az. Nem jut eszembe a szobor angolul. Pedig hát ma már találkoztunk szoborral, statue. Na. Kell egy inkantáció. Ami lehet, hogy nekünk megvan. Mindjárt megnézzük. Statue, azaz. Köszi, köszi. Kell nekünk egy inkantáció, ami több mint valószínűleg megvan. Law of Regression. Na, hát akkor az nincs meg. A Law of Regression kell nekünk. Az hogy néz ki? Law of Regression. Az nem... Na, várjunk. Ja, csak hogy hasonlóan néz ki, de nem ez az. És azt mondja... Golden Order Prayer Book kell neki. Lehet, hogy ez még nekem meg sincs. Srácok, ez szerintem nekünk nincs meg. Ja, ez nincs meg. Oké, tehát akkor először, hogy a szoborral tudjunk interaktálni, meg kell szerezni a prayer bookot, amit oda kell adni majd a jelen esetben a teknősnek, és akkor ő tanít majd nekünk egy képességet. Na, tehát akkor most meg kell találnunk a följáratot oda, hogy meglegyen a loot. Na, nézzük. Nézzük, mi lehet a trükk. Igen, itt ugrálnak a speedrunosok, hát én nem fogok itt tudni felugrani, és nem is akarok. Ők azért ugrálnak itt fel, hogy skippeljék Godfreyt, hogyha minden igaz. Mi ellenben itt már föl tudunk menni. Csak akarunk-e, az a kérdés. Lehet, hogy akarunk. Nézzük csak. Mást amúgy szerintem nem tudunk itt csinálni. Apácska. Pénzes hülye, nagyobb, mint a hülye. Na, tehát azt néztem egyébként, hogyha ide fölugrok, ez nem opció. Tehát ott valaki más már sétál. Fel tudunk ugrani ide, de ez nem visz engem sehova. Mit mondanak? Precious item ahead. Ott van. Ha. Egy gyökér. Hát itt meg a halál van, srácok. Nézzük csak. Itt ezeket már néztük, tehát hogy itt nincs semmi. Ott mint hogy... Ah, látok valamit. Láttam egy ablakot. Ez szerintem ez lesz az út. Szerintem a tetőn keresztül be lehet jönni ide a párkányokra. Nézzük csak. Aha, igen. Ez a trükk.
Nagyon szuper. És még van egy ládánk is. Egy bov. Itt van Golden Order Principia. Well done. Srácok, ügyesek voltunk. Azt mondják itt az interneten levő játékosok. Celestial Dew. És most tehát amúgy itt fel is nézhettem volna, tehát elmentem egy létra mellett. Ja, konkrétan elmentem egy létra mellett. Vaksi. Én Vaksi. Na, tehát akkor jöhet a Church of Vows, de előtte elolvassuk a könyvet. Hát, ha okosabbak leszünk. Igen, könyv. Itt is van. Radagon's Rings of Light, illetve Law of Regression. A regresszió. Gyakorlatilag. Tessék. Nem mond semmi. Nem mond semmi különlegeset. És akkor itt van. Unalloyed Gold. Ezt Mikéla kapta az apjától, Radagontól. Na. Szuper, srácok. Akkor megyünk vissza. És hát hova is megyünk? Ide. Remélem, hogy ide. Be kell tenni az új varázslatot. Az Unseen Form helyére. Megnézzük majd ezt a Radagon's Rings of Light-ot. Ja. Hát mondjuk igazából az Unseen Form az maradhat. És akkor mondjuk ide. Heals all ailments and dispels all special effects. Mimikráj? Mi ez a Mimikráj vajon? Merre lehet az irány? Itt volt egy lejárat valahol. Akkor ahhoz... Ugye kiderül, hogy merre kell... Amúgy valószínűleg föl kell mennem. Mi lehet ez a Mimikráj? Egy lámpát is. És hol ugrottunk le? Aha, tehát hogy igazából ott csak ki kellett volna menni. Igen, ez ennyire egyszerű lett volna, srácok, hogy itt kimegyünk. Jó, most fel kell hívni a liftet. Aztán le is kell mennünk, el kell nyomni az emote-ot.
Mehetünk! Jó. Remélem jól fog látszódni, srácok. Pont nem süt már ide a nap, de talán azért még látni fogjátok. Most jön a csoda. Nem jön csoda. Álljunk közelebb. Besültünk, srácok. Akkor innen csináljuk? Elfogyott. Vagy nem, ezt kell csinálni. Siker. Ott van. Tehát. Siker. És itt az újabb szöveg. Radagon is Marika. És ott van Marika. Ez egy Marika szobor. Csak tipp, de korábbi DS-ből kiindulva a lámpának öltözött tagokat felfedheti talán. Ó. Oh. Szóval ezért jöttünk ide. Ezt még azelőtt meg kell csinálni, mielőtt még a Forge of the Giants-hez mennénk. Mert egyébként utána már nem fog működni. Jó. Mehetünk tovább, srácok. Most, hogy ezzel meg vagyunk. Menő volt? Mit mondtak, srácok? Azért menő voltam. Szia, Osson a foson. Holy Grease. Azt nézzétek. Jaj, de jó. Civilis lovag, nem éppen kapja, srácok! Értem én, hogy leszarod. Én is. Hát ő nem vérzik, a krucibilis lovag nem vérzik. Pedig vérezhetne. Éppen tegnap jártam itt New Game Plus-ba az első végigjátszásban, ez a questline kimaradás, amúgy jó játékot. Questline kimaradás? Mire gondolsz, Long Tommy?
Jó, hát tudod, kivel szórakozzál. Barrier of Gold. Ott van, ez olyan, mint a Protection of the Air Tree. Magic damage negálás magunknak és a társainknak. Ez csalás volt, igen. De még mekkora? Ez igazából... Ja, azt hittem, hogy olyan, mint a Golden Vow, csak jobb. Ja. Ez elvileg nem quest. Long Tommy, ez csak egy ilyen kis easter egg. Ha minden igaz. Igen, lore. Igen, igen, inkább lore, mint easter egg. Na. És akkor most érkeztünk el oda, hogy megmásszuk. Megmássza? Uha. Hát én nem is tudom. A Corvin Questhez tartozik komolyan. Egyszer élünk amúgy, srácok. Azért óvat. Félénken ugrok. Vikébe ahhoz érje? Aha. Milyen jó lesz, az íjászok meg majd lövöldöznek. Most jól jönne az Unseen Buddy. Ha Marika Radagon, akkor így valójában a VR Pisti. Hát de jó. Megvan. Siker. Ez a fegyver, ami misszelhető. Igen, igen. Na, srácok! Most jön a nagy utazás. Nem jön semmilyen nagy utazás. Jó, nézzük meg, hogy ők véreznek-e. Amúgy véreznek. Tessék. Ti akartátok ezt magatoknak? Ne haragudj, de ezt magadnak akartad. Jó, most már mindenki akar magának. Elég jó AOE-ja van. Már nem azért. Züm-züm, bizony. Igyad, gyorsan. Nagy a baj. Hello. Hoppá. Itt még vagytok? Na! Ja, hát nyilván ennek lett volna egyszerű módja is, srácok, hogy hogy menjünk haza. De ez volt a biztos. Szuper.
Szuper. Bolt of Grand Saks. Ez az, amit meg akarunk még nézni. Ez egy legendary fegyver. Állítólag a mágusoknak nagyon jó. Ha, nem. Mi mondtátok azt, hogy a mágusoknak nagyon jó? Most átverve érzem magam. Ez egy dexes STR-es fegyver, amit ki se fogunk tudni próbálni. Ancient Lightning Spear. Red Lightning. És eldobja, mint egy dárdát. Wow, azt nézzétek. A fegyver tök jó, csak nem. Hogy nem jó. Mert mi a move-szettje sem? A mágusoknak nagyon jó, csak kell hozzá 40 STR és 20 dex. Amúgy fordítva. Alig sebeze kihúzva a maxra, aha. Jó, lehet vele bögdösni. Jó, hát végül is megvan. Na, mi az, ami még jöhet? Van-e itt még valami, srácok? Valószínűleg amúgy semmi. Ennyi. Valószínűleg ez ennyi, srácok. Oké, és akkor megyünk arra. És arra úgy megyünk, hogy... van liftünk is például, de használjuk ezt. Pont fordítva, nem fate build. Nem fate build is haigálatja a villámokat. Ja, én valamiért azt hallottam, hogy ez nagyon jó mágusoknak, de hát látjátok, hogy ez most mágusnak annyira nem. High Noon. High lefagyás, azt hittem. Most ilyen rohanós rész fog következni. Ahova egyébként talán tudok idézni Summont. Alig sebez, közel se annyit, mint annyi a skill a animáció. Aha. Ja, tényleg itt még lehetne a háztetőkön ugrálni. Van-e valami említésre méltó a háztetőkön, srácok? Tehát... fegyverváltás. A fegyverváltás okoz ilyeneket. Ez hihetetlen. Hát, ha még csak FPS drop lenne, de ez konkrétan kifagyás. Hogy is kell? Start tab, új asztal. Igen. Jó, közben bezáródott az Elden Ring. Nekem egyszer rúna felszedés dodge közben okozta a crash. Nekem eddig mindig azt követte, miután fegyvereket próbálgattunk, akár talizmán cserével, de mindig fegyver próba volt. Minden egyes alkalommal fegyver próba közben fagytunk ki. Már írtam scriptet, hogy játékkel indul elindítás előtt csináljon másolatot a játékról. Ja, gondoltam, hogy a mentésre gondoltál. A se ügyesség amúgy. Lehet, hogy korrumpálja a játékot. Egy crash. Na. Akkor átmegyünk-e nappalra. De ez már önmagában gyanús, hogy itt lefagyunk.
Most fordítva csináltuk, előbb gyújtotta meg a lámpást, utána a Gandalf fényét. Szóval mit is mondtatok? Van valami említésre méltó itt a házak tetején? De Steam Cloud szép van hozzá, nem? Ja, de hogyha korruptálja a mentést és azt szinkeli fel a Steambe, akkor lesz egy korrupt mentésed a felhőbe. Sajna. Azt nem tudom egyébként, hogy arra van lehetőség, hogy több mentést is tárolni a Steam Cloudjába. Az lesz a szívás, ha nem lesz itt a lift, igaz? De itt van. Te szemét vagy! Persze a devek állítják be, általában van tárhely limit, aha. Szia Laura! Ezért jobb az olyan mentés, ahol van például direkt Gen 2 és Gen 3 mentés. Ezekre még nem is hallottam. Tehát most mehetünk volna a pincébe, de nem megyünk. Mobu kérésére. Mert hogy így még többet tudhatunk meg a játékról. Inkább nem a játékról, a lore-ról akarom mondani. Ezt a részt zárta el egyébként Morgó. Hökövetős, ez hökövetős testrészem. Hökövetős. Az nekem is, ez nekem is. Én is nagyon élveztem a Witcher sorit, vadafak. Nem cheat ez a spell egy kicsit? Hát figyelj, hogyha még árkára is tennék, akkor mi lenne, hogyha árkére tennék, srácok? Lenne valami? Történne valami egyébként? Tudtad, hogyha a lovast perrízed, akkor lerepül a lóról? Nem, nem próbáltam még. Azt nézd, hát ott egy ijász haver. Srácok! Az hogy lehet, hogy nem vett észre? Yes! A bleed gyorsabban procolna. Hát akkor egyértelműen árkére át kell menni. Jézusom, van a fak. Tök király. Tök király. Az első nézése a Witchereknek nagyon jó. Nagyon hangulatos. Tessék mi hamarabb végtolni a játszikat. Rekt. Ő nem halt meg, srácok. Jézus! Somber Smithing Stone 6. Sok lesz három statot húzni?
Ja. Ja. Amúgy nem tudom. Ki kéne próbálni így bosson. Valami bosson ki kell próbálni ezt a képességet. Osonafosan. Lehet streamet néz a telójá munkaidőben. Time for grace. Bosszon nem próbál, de Mogon, csak hát Mog oda néz. Erre is lehet menni. Hát akkor először megyünk erre. Mit írnak? Tryhorse. Nincs is ló. Dark ahead. Tényleg. Tényleg sötét van. De hiába van világításom, nem látok semmit. Oké, srácok, boss fight. Bár csak látnám. Elvileg kettő boss van, de én csak egyet látok. Jó, megvannak. Jó, most már látom. Nézd, így tudom mozgatni a pallosom, hogyha akarom. Ez vicc volt. Vicc volt. Vicc volt. Adjál békét. Jaj, ne. Jaj, ne. Nézd. Ne. Ilyen kis izé, surprise boss fight. Omen killer roló. Amúgy nem tudom, rajtuk érdemes lett volna megpróbálni ezt a véreztetést. Lehet. Erre a harcra nem értem, mi szükség volt őszintén. Hát gondolom arra, hogyha valaki olyan hülye, mint én, hogy erre fele jön. Úgyhogy nem ül le Grace-hez, akkor megszívhatja. Meg annyi... ezeken a hidakon mindig szokott lenni egy fight. Nem? Valami fight szokott lenni. Amint, hogy így... Ezen a hídon is volt. Csak hát ott dungeon volt. Itt is volt ugye a Gatsky napostól. Itt is volt a... Hát, hogyha akartál nyilván, akkor itt is itt voltak azok az óriások. Te szereted az atyákokat, Azmest? Divine Tower of East Altus. És végre nyílik, srácok. Izolált Divine Tower, Divine Tower of West Altus, East Altus, és ezen a részen lesz valami, valaki, akinek majd, aki majd nyitja azt, de még azt nem tudjuk, hogy kinyitja, illetve azt se tudjuk, hogy kinyitja, de hát sejtető, hogy Ricardo, mert ő van ezen a részen. Renala meg, Renalának meg nem volt, ugye?
Amit, hogy volt, igen, csak hogy... Na. Jaj, majdnem lejöttem. Ott vannak ilyen árnyékok, de azok csak átszűrődések. Ki kéne kapcsolni, hogy a Ubisoft alkalmazásit küldje az értesítéseket, mert rohadt idegesítő, hogy Assassin's Creed-ben megcsinálnak ilyen-olyan challenge-eket, azt jön az értesítés róla. Így van. Ubisoft Connect értesítések kikapcsolása. Precious item ahead. És miért estek le a népek? Ja, értem. Értem. Tehát ők azt gondolják, hogy itt meg lehet mászni. Megmásza. Nem volt lefele út. Az de menő. De jó. De király. Ez de jól néz ki, srácok, nem? Restore the power of the great rune. Az ilyen útörök nélkül nem lenne hidden path ahead. Mog és Morgot. Wow, tök király. Tök király. Ha nem öltem volna meg... Ez melyik Mog? A Lord of Blood, vagy az Omen? Ez annyira jól néz ki, basszus. A Lord of Blood. Mog és Morgot tesók. Ah, az Omen nem a Great Rune. Nem figyeltem. Annyira király jól néznek ki ezek, srácok. Tesók, azért van közös torony, aha. És hogyha nem ölöm meg a Lord of Bloodot, akkor ez itt nincs, és középen van Morgotnak a rúnája, vagy ez hogy néz ki? Akkor is ezen a részen van, vagy akkor be se enged minket a torony? Akkor középen van, aha. Morgoth's Great Rune, aha. Wow, és Mog Great Rune. Én is külön hoztam ide a rúnákat. Ah. És... már nem emlékszem, hogy mit mondtatok arról, hogy itt miért vannak újak? Miért vannak újak, akik őrzik a rúnákat? Mármint, hogy a halott újak. De nem emlékszem, hogy erre mit mondtatok. Ezeknek az újaknak közök van Moghoz, meg Morgothoz valamilyen szinten. Wow, tök király. Blessing of Blood to Phantoms. Mog és Morgot ikertesok. És ezért hasonló a rúnájuk is. Ah, értem. Szóval ez ilyen fantomos rúna. A Morgotté pedig növeli a max HP-t. Ő volt Leyndell nagyura. Jó.
Tehát megvan a bal alsó gyűrű, megvan a jobb alsó gyűrű, megvan a középső gyűrű. Hát az, hogy a Mognak a gyűrűje az hova megy, azt nem vágom pontosan, de gondolom az is középre megy, hiszen onnan, mintha hiányozna Morgothéból Mogé, úgyhogy talán ez a kettő egy helyre megy. Talán. Okés, megyünk tovább. Olyan, mintha a két rúna kiegész. Igen, 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 én is azt nézem. Jó. És menünk kéne még tovább, csak valószínűleg akkor nem ebbe az irányba, hanem abba. Itt nem látok semmit. Na, menjünk srácok, akkor lefelé. Bár igazából le is portolhatnék. Portoljunk le, az gyorsabb lesz. És van egy liftünk. Milyen jó itt átszaladni. Remélem itt van valami loot. Nincs semmilyen loot, srácok. Ez megnéztem, hogy tényleg nincs itt semmilyen loot. Hát, nagy hiba volt. 75 ezer rúnánk van, ebből nem tudunk fejlődni. És itt pedig nem látunk semmit. Úgyhogy használjuk. Ó, és lefele megyünk. Mondjuk értető, mert a Kapitólium az eléggé magasan van. A tiltott földek. Oké, és ott van Rolled Leaf-je. Liften lehet megéri forogni? Ki lehet ugrani? Na nézzük. Aha, látom. Hogy állunk amúgy az üzenetünkkel? Az megvan, hogy eddig már négyszer láttuk azt, hogy értékelték, és tényleg négy értékelés van rajta. Azt hittem, hogy valami 4 millió, mint a Death Strandingbe. Kiépítettem egy útvonalat a Death Strandingbe. Saved. Miért? Miért? Miért csinálod ezt, játék? Aj. Hihetetlen, skacok. Ez komolyan hihetetlen. Mint a speedrunokban a logout. Speedrunokban ilyenkor gyorsan kilépnek. Nekem az a manőver így kézzel nem benne. A Alt F4 előbb benne. Ennyi pénzére ez elég. Sajnos benne van, hogy az első pár hetekben ilyenek előfordulnak. Az, hogy már kint van egy hónapja. És ilyen, nem tudom.
Lehet, hogy ők nem tudják reprodukálni, vagy náluk ez nem nagyon történt meg, és csak én vagyok egyedi. Nincs, ami nem tud. Biztos van. Hát, hogy biztos van, ami nem tud, de hát az valószínűleg nem is olyan komplex, mint ez. Tehát le lehet esni a liftről. Szerintem azért fagyott ki, mert pont itt a liften tölti be a következő maprészt, és mivel zuhant, kicsit gyorsabban akarta forszolni a betöltést. Lehet amúgy. Amúgy simán lehet. Tehát, hogy ez benne van. Hogy zuhantunk és nem tudta betölteni. Az a gond, hogy most nincs meg az irány. Aha, megvan. Szerintem nem a játékok crashelnek, hanem a gép. A platform, amikor... Csoda? Amikor a játék egy parancsot hív meg, ami nem talál el rendszer. Hát de attól még a játék crashel, nem? Rubel. Na nézzük. Hopp! Officiális öttájör. Ha! Blade of Calling. Ennyi? Vagy van még valami? Stay alone. Vagy aki esetleg tudja. Öttájör, valami öttájör volt. Officiális öttájör. Ennyi. Oksa. Nem tudom egyébként, hogyha nem SSD-n lenne a játék, akkor lehet nem crashelnénk. Nem tudom amúgy. Tessék amúgy, megnézhetitek, tehát hogy így néz ki. G2-én Argentin Redeem kóddal 10 000 a játék. Hát... Áldásom azokra. Most nézem, hogy milyen vastag karom van. Amúgy még ezt se néztük meg. Amúgy mennyire király már. Mennyire király már Moognak a ruhája. Jó, és van egy kardunk is még. Blade of Calling. Blade of Gold. Gold Flames. Holy Damage. Vagy micsoda? The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Hát... Ez? Tudjátok, hogy micsoda? Aki tudja, nyugodtan leíratja. Ez? Bizony, ez Merinának a fegyója. Bizony, ez olyan, mint a... Tehát ez olyan tőr, mint a... az asszaszínoknak, csak ez hol is. C-s fétes, tehát ez egy fétes dagger. Ja.
És olyan támadása van, mint a Tisének, ugye, mert hogy ő is asszino. Nézzétek csak. Blade of Gold, Blade of Death. Amúgy ezt nem is néztük. Szerintem ez Tisének a kardja. Amit amúgy már mondta, kérdeztétek, hogy megszereztem-e. Hát amúgy igen, megszereztem, csak nem néztem meg. Nézd meg, rossz gombokat nyomkodok. Ja. Wow. Szia Demon Boy. Üdv mindenkinek, skacok. Amúgy ez ilyen, izé, belezőkés, vagy mi ez? Tehát, hogy így, nem tudom elképzelni így. Ez így hogyan funkcionál? Amúgy erről néznék valami videót, hogy most mégis ez hogy működik ez a penge, érted? Most beleszúrod valakibe, azt még így átnyomod tövig, vagy hogy? Tisé ez a skill miatt erős, nála ugyanez többet sebez. Aha. Ez is amúgy fejtes. Ez is amúgy fejtes sebzés. A duálba a két dagger. Ja. Jaj. Van-e itt valami shortcut, vagy teleportálnom kell? Azt hiszem, úgy teleportálni kell. Ugri, nem fáj? Azt mondjátok. Ó. Oh. Okés. Szóval itt van Melinának a daggerje. Aha, tényleg amúgy. Igaz, kinek is ki is írta ezt? Srakatoa írta. Remélem jól mondom amúgy a neved. Tehát, hogy itt tényleg loading van. Más terület betöltése. Mennyinél járunk? 75 ezer. Oké. Okay. Nem tetszenek ezek a hangok. Ezt a két fegyver poén dual stance-elni. Na, ne szívas. Csak az ugyanolyan fegyvereket lehet power stance-elni, arra gondolsz? Mondjuk nem tudom, hogy melyik gombbal kell. Nem tudom. Hogy lehet power stance-elni? L1. Hosszan kell nyomni? Vagy itt egyetem van power stance? Ja, amúgy nem L1-et nyomtam. Az L1-el meg kézbe veszi a másikat. Van itt egyetem power stance? Lehet, hogy ezzel így nem működik. Nem tudom, hogy van-e két egyforma fegyverem. Nem kell a háromszög. Ja, értem. Hát ilyen kaszabolós. Aha. Két ugyanolyan fegyver. Csak ugyanaz a típus kell, értem. Uh-huh. Ja, világos, Zakika, hogy amiatt mondtad, hogy az egyik goldos, a másik meg deathes. Oké. Okay. Köszi az infókat, srácok. Ja, hát most látomás Maximus. Például a Vakazashi, ami egy dagger, katonákkal power stance, mert ez egy kis katona, nem is tudom, hogy azt hogy hívják amúgy, ha van ennek neve. Tuti van amúgy a kis katonáknak neve. Lehet amúgy pont az, hogy Vakazashi. Vakazashi.
Ah, lehet torrentezni. Aranyos fiúkák. Look carefully, behold item. Dark, már megint dark lesz. Úgy néz ki, hogy nem játszik nála, srácok. De ho. A rövid japán szamurái kardot tényleg vakazasinak hívják, a katana a hosszú kard, a vakazasi a rövidtől. Aha. Kvalitásos gameplay. Még a végén megtanulja az utat. Na. Azt hittem leesett. Új, az elég veszélyes ott. De köszi szépen, hogy beszorultál. Így könnyebb lesz. Néha rossz fiúkkal is megesik. Hogy rájuk rá jár a rút. Nem igaz, srácok? Phantom Slash. Praise the range beta. Range battle, oh range battle. Hát itt egy lovas. Lovas ember. Hozott nekünk 100 000-et. Jó. Itt vagyunk és tovább kell mennünk. Kapcsolunk egy lámpát először is. Ezek után simán kinézem a játékból, hogy még itt jól megszivatnak minket. Jézusom, mi ez az út? Még ugrálni is kell? Hát akkor, na nehogy megszivatnak minket. Skarlátrotot se szeretik? Nekem az nincsen. Kis fickók. Srácok. Azt aratt! Jó, fele megyünk. Most hogy van árkén jelentének a Dragon Spell-ek? Ja, amúgy ki kellene őket próbálni, ha már ingyen vannak. Szevasz, Marci! Jobban vagy már? Hol vagyunk?
Oké, nincs messze. Csak mi az irány? A balra. Balra az irány. Free loot! Mi ez a sok heal? Itt lehet idézni. Hello! Bocsi! Ne haragudjál már, ne haragudjál már, de... Én most ilyenekre nem érek rá. Csá! És karnátokat használok, mert könnyebb bele a játék, aha. Most jönni fog? Most nem akarok harcolni. Most meg kell ölnöm. Aj, hát akkor ahhoz átöltözünk. Ilyen kényelmesen. Amúgy azt hallottam, srácok, hogy a profik így csinálják. Nem akarsz harcolni? Kilépsz a játékból. Ó, nem vagy jobban, de a dolgozás már megy. Ó, basszus. Hát reméljük, hogy meggyógyulsz mi hamarabb, Marcsi. Na, így csinálják a profik vajon? Így van. Srácok, legyetek ti is profik. Na! Okés. Tehát itt van egy grész. Felmenjünk-e? Az a kérdés, hogy felmenjünk-e. Tönkre teszünk-e azzal valamit? ...99%-os vég... Micsoda? Most ezt miért mondod? Azt élom. Ja, meg fogjuk ölni a boss-t, télen. Az meg lesz szölve. Csak azt akarom megnézni, hogy... hogy valamit tönkre teszünk-e. A Golden Seed-et valószínűleg felvettük. A sztorit nem lokkolod ezzel. Ja, igazából ez lett volna a kérdésem. Tönkre teszünk-e bármit is, hogyha én most itt... elkalandozok. Megöljük-e a boss-t? Most az itt a kérdés. Gondolom, világosságot nem tudok csinálni. Tehát... Oké. Okay. Éppen hullott a... izé? A fának a virága? Rip, én meg elszkippeltem, mint egy noob. De most kíváncsi vagyok a Mimikóra. Az gond.
Azt a rohadt, miket tud. Hát eddig a mimikünk nem csinált semmit. Gargoyles Black Blade és Gargoyles Black Axe. És nagyon könnyed a 66 ezer rúna. Nem tudom amúgy. Nem tudom. Most azt nem tudom, hogy most akkor jó-e a... Én amúgy jó, nekem jónak tűnik a mimikem, nem srácok? Tehát, hogy így nem szar egyébként. Egyáltalán. Felhúzzuk szerintem a Vigort 40-re. Szükségünk lesz rá. Csebzésből már így is van egy csomó. Nézd meg itt egy új olvasós néni. Ő eddig is itt volt. Semmi baj vele, amit kell, tudja, tankol és eltereli a figyelmet. És az a jó, hogy a buffjaimat még el is nyomja. 66 ezer runa, semmi, főleg ha ilyen könnyen jön, nem akarsz, mert 10 szintet kifarmolni gyorsan. Hát te izéből ki lehetne, mog előttről ki lehetne farmolni. De most így a streambe így nem farmolgatnék. Fegyver teszteléshez megnéztük. Tényleg a bubikat ki kellett volna ellene próbálni. Cardinal sin. Doing so will unbind destiny. Az ujjas néni azt mondja, hogy nem szabad felgyújtani a fát, mert akkor elengedem a destiny death-et, ami legyilkolja a világot. Tehát a destiny death, a Death Rune az gyakorlatilag el lett lopva Ráni által. Tehát, hogy miről beszél a néni? A néni nem tudja amúgy, hogy mi van. De ez ennyi lesz akkor, nem? Vagy a halál rúnája az nem ugyanaz a Death and Death-tel? Félreértettem? Akkor lehet, hogy ez két különböző dolog. Sőt, biztos. Ő csak egy magyar kisnyugdíjas, amit annyit tud, mint a lépcső, amit a lépcsőhez van. Ez az a medál, amit kaptunk Melinától, mikor megöltük Morgót. És megnéztük, hogy tövisek vannak a fa oldalán, ahol be lehetne menni. Itt mindenkinek közben, srácok. George's view ahead. Milyen lebegő fák vannak itt. Szellemfák.
Hát ez gyönyörű. Nem téged akarlak fogdosni. Tehát a Forbidden Lands-ről azt mondták, hogy erre kell jönnünk. És most itt vagyunk, az meg nem mondott semmit, illetve ott van még egy torony, amire nincs magyarázat. De itt vagyunk fönt a Roldnál, és itt van egy map felfedő kisokos. Gyapi, köszi szépen a 100-as csírt. Beast Blood. Itt szoktak lenni óriások, legalábbis volt az Altus Platós lift, ott volt óriás. Itt nincsen. Ez gagyi. Ez ilyen teszkós. Mountain Tops of the Giants. Ott egy mauzóleum, srácok. Arrafele. Ja, pont ott. És valaki meghalt. Legalábbis lehet, hogy mauzóleum, lehet, hogy nem, de úgy néz ki. Nézd me, szellem szarvas. Azt tudtátok, hogy ezen a területen... Ezt nem tudom elnyomni most. Ezen a területen, ha elnyomjátok ezt... Hát akkor sírok lesztek, de van rész, ahol ilyen, szellemszarvas leszel. Láttam egy olyan PvP-s videót Redditen. Legalábbis ilyen havas területen volt a srác. Ők azt próbálgatnánk, hogy oda le lehet-e menni. Barátságos ez a rész. Ott egy bonfire, és itt pedig a térkép. Na, okosabbak lehetünk. Izolált torony. Wow, mekkora része. Mekkora része a térképnek. Variálja, ha többször benyomod, területenként három típus van. Komolyan? Ne sírt. Kösz. Ne sírt. Tök jó. Akkor a sájsznak nagy mázdia volt, hogy nem sír lett. Mondjuk ez eléggé feltűnő, nem, srácok? Tehát, hogy így. Tehát a szarvas kap az mondjuk pont szívás, nem? Mert hogy csak így tud mozogni. És amúgy még nem is hasonlít arra a szarvasra. Köszi amúgy, Durián, nem tudtam, hogy több féle van belőlem. Ez egy mozgósír is feltűnő? Hát jó, csak amikor egy szarvasnak nem működik a lába, azért az gyanús, nem? Tényleg itt nem akar velünk beszélni Melina? Nem. Gyula! Finally, we meet the tarnished, who would be lord. Oh my. Tehát ő nem Gyula, srácok. Gyula meghalt. I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well. Érte jöttünk ide. For he is dead. As for his flesh. He gave it to me. Na tessék, Gyula Shabririnek adta a testét, a húsát. Meg tudok ezzel békülni, nem csaplak agyon. You were about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. Whether she wishes it or not, but how would the Lord? Akár akarja a Chaisi Melina, akár nem,
ő kell ahhoz, hogy a Lordá válasson. Ez milyen önző dolog már, azt mondja nekünk Shabriri. Chosen tarnished and would be lord. Dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl. And singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I. Shabriri. Vállalja át a Chaisi feladatát, és legyek úgy a Lord, hogy én gyújtom be a tüzet. Miről maradtál le? Hát igazából Kapitóliumban mozogtunk, meg most eljöttünk erre fele, azért, hogy beszéljünk Shabririvel. Basszus, elszkippáltam. Chosen tarnished and would be lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground. Morgó már a legutóbbi streamben meghalt, Kicsit feljebb húztam a játék hangját, hogy úgy hallassátok is, hogy mi történik. Jó, tehát azt mondja, hogy égjen minden. Ó, és most lehet beszélni Merinához. Szoszi Merina. There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother. Az anyja adta neki ezt a célt. I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Néha. Nem értettem, hogy mit mondod, de biztos úgy van. Megismételni se tudjuk. Tree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. May chaos take the world. May chaos take the world. Chosen, descend into the Sicordia. Okay, tehát ő nem mond mást. Jó, hiatta. Én most hiattát akarom megnézni, srácok, mert miatta, főleg miatta vállalnám be azt, hogy megfogdossanak. Oh. Oké. Okay. Tehát... amikor megfogdosnak. Micsoda? Igen, igen. Akkor ő lent lesz ott a fogdosás mellett. Ha minden igaz. És valószínűleg minden igaz. Jó. Nem, hát figyelj, nem. Az a helyzet nem fog válaszút elé állítani, mert ha megfogdossuk, nem történik semmi rossz. Tehát, hogy annyi fog történni, hogy nem Merina fogja begyújtani a tüzet. És emiatt morcos lesz, nyilván, de hogy ennyi.
Ettől még visszahozhatom a másik öt endinget, hogyha akarom, vagy választhatom azt. Vagy a másik öt ending. Vagy ez, vagy az öt ending. Tehát, hogy még dönthetek. Még dönthetek arról. Úgyhogy, oké. Okay. Irány a horány. Juno hozló. El lehetne menni Junohoz? Amúgy lehet, hogy azt kéne akkor csinálnunk. Sőt, képzeljétek el, a játék első pár órájában kinéztem magamnak azt, hogy ezen az útvonalon lesz nekem egy láncon kell átmenni. Az nem itt lesz a lánc? Akkor az még odébb lesz. A lánc... Igen, itt van egy út. Nos, a lánc az errefele lesz, ezen az úton. Igen, igen. És ott lesz nekünk egy könyv, vagy varázslat, nem emlékszem már pontosan. És ott fogom megkapni azt a nagyon menő tűzvarázslatot, amit a játék elején szerettem volna. Ezt akartam mondani. Mondjuk, lehet, hogy hülyeséget beszélek, és nem is ott van. Valahol erre van az a lényeg. Jó, mindegy. Srácok. Juno hozló. Itt meg a Zámori ruin. Királyság. Visszamegyünk ide. És itt van ez a rész. Mondjuk 63.000 rúnával csináljuk. Jóló. Egyszer élünk, nem? Nem igaz, srácok? Cardmaster, köszi szépen a 17 hónap támogatás. Srácok, peregjenek a szvegek. Yellow Ember. Szerintem hangos lett a játék. Kicsit lejjebb húzom. Ezek az emberek... Miért vannak itt? Hogy lehet ez hozzáférni, srácok? Valahogy hozzá lehet férni ahhoz a loothoz? Na, csak mobok tudják kibontani sajnos. Oh.
És meg tudom ezt még csinálni? Vagy kezdjem előről? Kezdjük előről? Jó, előről kezdjük. Észkerben van-e még mobile szinten van, aki csak különha. Köszi szépen a pergetést, srácok. Armasternek. Jézus! Kösz, hogy bemutatót tartottál itt a képességeidre. Ezt láttátok milyen damot nyomott? Eye of Yellow. Tényleg volt itt másik mob. Van itt még? Láttam Redditen olyat, aki ezt folyamat nyomta a PvP-be, és csak ment, mint egy tank előre. Ja, ezt a képességet? Ja, vannak, akik még a Frenzy Flame-et is amúgy bugolták. Igen, elég durván spread előre tették. De valószínűleg azt már kijavították. Elég volt közel lenni hozzá az ellenséghez, és kapták a stacket. Tudnál segíteni nekem valaki, hogy astrologerként kezdtem el a gémet, szeretnék spelleket szerezni, de olyanokat, amiket nem kell megvenni, hanem meg lehet keresni. Esetleg valaki? Hát, szia Katóca! Könyveket kell keresned egyébként, tehát hogy így, ha szeretnél szerezni ilyen spelleket, akkor a játék wikién könyvekre keres rá. A könyvekben vannak a képességek, ha jól mondom. Frenzied Cookbook 2. Ezek mind vendorok amúgy. Ó. Pillanat, srácok, nem tudom, hogy hol kell ezeket megkeresni. Mit kéne? Mit tudom én? Azt sem tudom, hol vannak ezek, srácok. Most nagyon noob vagyok. Ah, itt vannak. Frenzy Flame Stone. Aha, tehát az a nép, ami egyébként a vendor is. Aha. Köszi az infót. Scrollokra gondolok? Nem. Könyvekre. Bukokban vannak a varázslatok. Képességeket csak úgy nem találsz szerintem, mert ahhoz ölnöd kell. Legtöbb esetben ölnöd kell. Ha netán megtámad el egy vendort kint, akkor ilyen támadással vágna vissza. Komolyan? Wow. A vendor is ilyen Frenzy Flame-es. Hát ő hagy zenéjen, nem? Lehet szétszorva is találni spelleket, de ja, a legtöbb nem felszedős. Így van, a legtöbbhöz ölnöd kell, illetve ha nem is ölsz, akkor könyveket kell találnod.
Éppen azon gondolkodtam, miközben láttam, hogy itt most ugrálnunk kell, hogy lehet, hogy kéne kiírni valami előrejelzést, hogy sikerül-e esés nélkül leérni, de akkor mindegy. Ezen agyaltam. Na most ez azért jó, mert megvannak a rúnák. Oda néz. Hát nyilván rövidet ugrottunk. Írjam, addig le is érsz. Nem kell. Már most már úgyis mindegy. Vicces lett volna, hogyha sikerül halál nélkül megcsinálni, nyilván nem jött össze, mert nubaskodtam. Gyorsabban meghalok, mint hogy rakhatnátok pontokat az előrejelzésre. Eddig jó. Tessék. Sikerül-e esés nélkül leérni? Ajaj. Gyorsan ide magam mellé bekészítem. Ne tudjatok csalni. A lezárást. Eddig hárman a nemre. Ketten az igenre. Oda néz, egy varázslat. A következő ugrás már szerintem nem halálos. De mindjárt megnézzük. Mert hát még nem vagyunk lent. Szia! Őt meg lehetne valahogy inzultálni? Sikerült. Gyere. Kam. Jó, most már meghalhat. Na nézzük, megérte-e megsebződni. Mikélának a Needle-éről egy kis nóta. Mikéla által kraftolt tű lehetővé teszi, hogy ellenállók legyünk bármilyen külső istenség befolyásának. Jelentsen ez bármit is. Mármint, hogy így nem tudom, hogy kik az istenek, azon kívül, hogy például Isten a Greater Will, nem tudom, hogy istene például. Nem tudom, kik az istenek. Ricardo nem isten. Tehát, hogy a legtöbben csak demigádok. Demigád, mármint, hogy God lehet mondjuk Marika?
vagy Radagon. Itt is olvasható, hogy egy nomád merchant írta komolyan. Tényleg. Így van, ha valaki a Flame of Frenzy hatása alá kerül, de nem szeretne Lord lenni, akkor meg kell keresni a Mikélának a tűjét. Ezt honnan tudtad? Hát, Hardex 10 perccel ezelőtt kérdeztem meg, és akkor mondták a srácok, hogy ezeket így lehet szétszedetni, amúgy én se tudtam volna. Úgyhogy segítettek a srácok, amúgy nem gondoltam volna. Tehát, hogy vannak olyan objektumok, amiket én nem tudok szétszedni, a mobok meg igen. Tehát fingerprint, stone shield, madness build-up-os. Ez az egyik legeslegnehezebb great shield. Readerless fingers. Akkor ez egy olyan kripta, ahol ahol egy olyan ősi isten van, akiknek nincsenek olvasói, új olvasói. Milyen tűzvarázslat az, amit kerestél? Láttam, fétre tettél statpontokat, a Rotten Breath-re gondoltál? Játék elején a képességgel járó dot damage-re gondolok, ami sok helyzetben elég hasznos. Szia Krumpli, hey, mindjárt megnézem neked amúgy. Elden Ring Spells, ezeket írtam be még az első pár stream alatt, sőt az első pár stream után, hogy nekem kellenek képességek. És amit én néztem, az egy tüzes varázslat volt. Egy tüzes varázslat volt, ami nagyobb, mint a Flame Sling. A Giant's Flame Take D az a neve. A Giant's Prayer Book kell hozzá, és ez pedig egy ládába található. Nem is olyan messze. Ja. A Giant's Prayer Book-ja kell nekem. Rumplihely. Én egy nagy tűzvarázs, egy nagy tűzgolyóbison gondolkodtam. Na, ez így néz, kiskacok. Rotten Breath, az amúgy jól hangzik. Ja, meg kéne nézzünk a varázslatokat, a sárkányos varázslatokat. Madness build-up-os Great Shield. Mennyire jól néz már ki. És ott vannak rajta az új lenyomatok. Szóval itt lesz egy ősi istenség. Ő nem muzsikus, úgyhogy kapja. A Madness insta halál? Én úgy tudom, hogy insta halál a Madness, hogyha fölmegy, akkor insta halál. Na, ezt hívják úgy, hogy sikerült leérni. Igen, Astronomist. Sikerült. Köszi szépen az előrejelzést. Ja, pont azon gondolkodtam, hogy hát ide amúgy kéne, de most ugye úgy írtuk ki, hogy az esés nélkül, hogy az előző trájok nem számoltak bele. Nem számolódtak bele, hanem csak a mostani. Hát, hogy úgy volt értelme nyilván. Úgyhogy gratulál mindenki, aki arra tippelt, hogy sikerül leérni. Na srácok, ez itt egy durva rész lesz. Ugyanis, hogyha ezt most megcsinálom, akkor azzal elkötelezem magam egy irányba.
Márha... Ne, na, ne hagyd ki a titkos falat, ha már sikerült leérni. Titkos van? Ó, oh, hát nem kell, srácok, nagyon jó. Nem biztos, hogy kell. Megszakít... Ja, igazából ez egy olyan dolog, hogy belekezdek egy útba. Belekezdek egy útba, ahonnan már nincsen visszatérés, mármint abból a szempontból, hogyha megérintenek, akkor érintve is maradok, és ott lesz a tű, amivel megérintve maradok, de nem leszek az az úr. Kettő titkos van is. I realized as we've talked, I'll be a maiden. Na várjunk. Na, tehát akkor ez ugyanaz. Azt mondtátok, hogy van kettő titkos van. Ucéran csináljuk, jól van. Unárk. Wow! 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 Na ez mondjuk elég komoly. Wow! Hát ez elég fullos, srácok. Menj már. Ez rohadt jó, skacok. Igen, és innen jövünk. Itt jövünk, és ott egy loot. Ez a loot még nekünk nincs meg. Ez szerintem világrészhez, majd itt hiáta mellett, hallgass meg az összes jelérvet az úta. Ja, az lesz Csabi. Akarok vele mindenféleképpen beszélni. Csak ez az egy loot van erre feles, rácok? Vagy van más is? Csak hogy jobban körülnézzek. Smithing Stone 8. A gargoyloktól jöttünk ide. A gargoyloktól jöttünk ide. Van több is? Most már megvan. Deep Root Depths. Aha, látom, ott még van. Van valaki, akit meg kell villámcsapni. Ezből forgok, hogy így lássam, hogy... Aha, ez lesz az út. This is the way. Jó, és akkor most már elfogyott mindenünk, úgyhogy... Mehet. Megnézzük, hogy ők véreznek-e, srácok. Véreznek. Ez nagyon jó. Nagyon jó ez a képesség, srácok. Mennyi loot van itt? Nem emlékeztek véletlenül? Azt mondta Csabi, hogy van itt több is, de nagyjából mennyi van? Csak hogy így... Nem túl sok okos. Elképzelhető, hogy elszúrtam. Elképzelhető, hogy elszúrtam. Na, most például szerintem elszúrtam. Ja, így van. Aha, tehát ott van még egy. Hát itt nem kellett volna leesni. Ok, és ott is van loot.
De ahogy látom, oda se kéne még most leesni, vagy igen? Jézusom. Jó, tehát azt be fogjuk tudni gyűjteni, amikor majd legközelebb jövök. Most viszont ezt fogjuk begyűjteni. Tényleg van ló. Nyolcas Golden Rune. Ó, és sikerült visszamenni. Jó, akkor föl is tudunk menni. Köszi, Csabi. Eszembe jutott, eszembe nem jutott volna ezt megnézni. Ja, hogy a ló neve modern, igen, igen. A ló neve sajnos tiltott. Jézusom! Bugs everywhere. Gyere erre. Gyere, gyere onnan. Ez az, kapd el! Szia, nyamsas! Na, hol vagyunk? Itt van elvileg... Jaj, nem! Hú, még jó, hogy visszanyomtam. Itt van elvileg valahol a srácok a... A Grace. Megvan. Felkelteljetek a Colibri King. Tehát, hogy megvan, srácok. Tehát, hogy ott van. Bárkinek kérdés lett volna, hogy hol van, ott van. Felkeltőjeljetek, akkor meg tudjátok nézni, hogy mikor, milyen játékkal játszottam korábban, és a Code Vein is például a korábban játszott játékok között van. Nem tudom, mennyit kell ráküldeni. De még egynek biztosan örül.
akkor még egy. Na ne köpjél. El se jön ide a köpése. Na. Oké. Okay. Amúgy nem tudom ezt miért csinálom, tehát a rúnák miatt? Most ugye a rúnák miatt? Rúnák miatt csinálom, vajon? Semmi értelme. Most nem tudsz lejönni a lóról? Mehetne a progress tovább. Na, tehát. Itt le. Hopp. Aztán itt is le. És így is le. Aztán mi van? Ja, ott vannak a rúnáim? Akkor nem erre, srácok. Itt akár simán le is eshettem volna. És ott van lent a Grace, de nem látszódik. Na, kezdjük akkor előről. Ha már itt vagyunk, ugye? Nem más... Ah, igen, ott a loot. Na, srácok, ezzel is meg vagyunk. Itt van egy gyökér. A gyökér a sehova. Felteszem akkor ide a kérdés, 60 dexel és 20 árkénál mit tudok kezdeni? Azért húztam árként, mert elvileg a status effect a mobokon jobban sebez. Értem itt, poison arrow vagy... Hogyha a kardot be kellem kenőcse, de őszintén nem érzem azt a 20 árként. Hát az olyan, mintha nem is lenne igazából. Az arra jó, hogy tudsz használni varázslatokat a 20 árkénnel. De hogy másra nem, szerintem. Igaz, skacok? Na, például a Rivers of Blood-ot tudod majd használni. Jaja. Tehát a requirementekhez jó. A kevés árként, de igazából ennyi. Ja, megnöveli az item discovery-t. Ó, jó, srácok, az valami komoly cuccnak tűnik. De komoly cuccok, Jézusom, ezek többen vannak. Támadnak. Ú, de nem szeretem ezeket a hangyákokat. Való életbe se szeretem, srácok. Mész innen. Ah. Azt hittem, srácok, hogy én nem olyan vagyok, aki fél így az állatoktól, rovaroktól, akármi, de úgy néz ki, hogy a szárnyas hangyákat utálom. Mármint, hogy azok ilyen félelmetesek.
Jó, mondjuk még azokat, mondjuk, jó, a szárnyas hangyák félelmetesek. A kis bogarak, amik így mocorognak, mondjuk, hogyha rohad már a kaja például. Hát ilyen nálunk nem szokott történni, csak ez egy példa. Azok, amikor meglepik, na azokat se szeretem. Sárkányos spellekhez is kell árként. Amúgy nem is tudom, hogy miket lootolok, tehát hogy így, csak így veszem fel azt, hello. Belejönnek az arcomba a kis bogarak, izé köröznek körülöttem, fú. Nagyon örülök, hogy lett szúnyogháló, mert még esélyük sincs. Esélyük sincs a közelembe férkőzni. Na, itt véget is ért az utunk. Megvan az összes lootunk. Hála Istennek, Szélon, Poloskával is legutóbb falun találkoztam. Pedig állítólag Pesten nagyon sok Poloska van. Na, ez most azért volt jó, mert megnéztük itt a lootokat. Nagyon király. Oké, tehát most megyünk vissza. Hova? Oda. Igen, igen, Pesten brutál sok poloska van. És most azt mondjátok, hogy megvan az összes... Megvan az összes titkos van. Na nézzük, mit mond nekünk Kietta? So you're here as well, are you? I realized as we've talked. Ő már föl, de mostanra már fölismert. Ő lesz az úrnőm. After divesting yourself of your possessions, it will surely open, and the three fingers will welcome you. May the flame of chaos find purchase within you. Figyelj, a Bloodos Weapon Artot, a Bloody Slash-t, azt érdemes kipróbálni, mert az nagyon... sokat jelent. Édes Istenem, most megláthatjátok Lajost, hogy hogy néz ki. Nem akartam nektek megmutatni. Fúj. Na, Balázs, na. Go to the door ahead. After divesting yourself of your possessions, it will surely open. Jó, oké, tehát ő ennyit mondott. Mondd-e valami újat? Go to the door ahead. It will surely open. 10 per 10-es a Lajos? Mármint, júj, de jól néz ki! De a Grace-nél van új. Így teszem, mint hogyha cenzúráznám magát Lajos. Ilyen... festményem. Devouring life and thought unending. However ruined this world has become. However mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please. Leave the frenzied flame. De ha Orquest run, akkor nem a Frenzy Flame-nek kéne lenni az utolsónak. Mert? Ezt tönkretesz valamit, Mikika? Lajos full apa figura? Na, mit... minden tönkretesz. Hát ezt hogy, Mikike? Hogy lehet, hogy tönkretesz mindent?
Egy hónapja nem jártam erre, és mikor ide nézek, egy fickóban kisgatyába változnak a dolgok. Igen, Maci kapitány, látod. Aki egyébként cenzúrázza saját magát. Azonban két lehetőség van, safe scamolva lehet mind a hat ending, de akkor Melina meghal. Ja? Izé. Itt igazából én úgy vagyok vele, hogy meg akarjuk csinálni hihetlenek a küldetését, ahhoz meg ez kell. Egy csomó questet nem tudsz majd megcsinálni, de nézz utána, mert nem tudom melyikeket. Jó, én hiszek, Mikikének, akkor ezt most nem csináljuk meg. I ask you one more time. Please seek not the frenzied flame. As one who strives to become a lord, deny not the lives, the new births of this world. Those who would are not fit to be called lord, when the land they preside over is lifeless. Ezt nem, ez biztos, hogy nem ezt az endinget fogjuk megcsinálni. Put as the lord of frenzied flame is no lord at all. Ja, persze, később is ide lehet jönni. Over is lifeless. Please, the lord when the land Jó. Igazából a Melina tűvel vissza tudod vonni ennek a hatását, ahogy írta is a szöveg, amit megtaláltál, de azt nem tudom úgy, mi történik. Hát úgy az történik, hogy Melina megharagszik ránk, hogy nem azt csináltuk, amit ő kért, és az ő klasszikus endingje úgymond nem lesz, ha jól tudom. Jó. Igazából nem olyan fontos ez a dolog. Mármint, hogy fontos ez a dolog, de nem most fogjuk megcsinálni, jó? Ja, többet már nem is lehet vele beszélni. Igen, szem, az meg lehet tisztítani magunkat. Jó. Akkor nem most csináljuk ezt meg, srácok. Jó? Van előtte még egy csomó feladat egyébként. Pedig eljöhetett volna a pillanat. Csak tényleg azzal lehet tönkreteszük a questeket. Jó. Akkor. Ricardo. Nem Ricardo. Juno Hozlo. Chabriri. Köszi szépen Talzián a 46 hónapot közben. Srácok, peregjenek a szögek Talziánnak. Mizu is. Boss is csinál meg azt jó cuccokat ad? Boss is? Burn and incinerate. Oh, may chaos! Rani Renal a lánya a kék bossz. Ja, hát ő már megvan. Húha, itt vannak bajok a textúrákkal, srácok, látjátok? Elég komoly bajok vannak. Asztalat. Az egész ilyen lesz, ilyen bágos. Jézusom, ez nagyon csúnyán nézzétek meg. Haló? Na! Juno Hozlo! Ott van Juno Hozlo. Kérdés, lehet-e olyat, hogy átsprintelünk mindenen? Miért nem használom a holdját? Ettől a bugtól kicsit gotik egyes feelinggel. Ez nagyon csúnya, lehet ezzel valamit csinálni, srácok, hogy... Jaj, ne, ezek ilyen támadó madarak.
Szóval srácok, mit mondtok? Át lehet futni ezen a területen úgy, hogy ne tegyek tönkre valamit? Vagy mindenféleképpen tönkre fogom tenni a dolgokat, hogyha én itt átfutok? Megvan Ráninak a... Megvan Ráninak mindene, Mikike. Hát ennek itt semmi értelme nem volt. Atyámán. Hát csak elég hosszú út, ha körbe mész, nem emlékszem, hogy van-e sarka. Megnézzük mindjárt. Igazából nagyon céltudatosan szeretném csinálni. Mert hogy én még ezen a területen itt nem szeretnék progresszálni. Ott egy ijász a távolba, srácok. Vissza fogunk ide jönni, mindenféleképpen átnézzük ezt a területet. Már készíti, már vajazza. Már vajazta. Na gyere! Nézzük, hova is kell bedugni. Ez most egy bosszú volt, mert akiket lelökött, azokat most megbosszultam. Szevasz Joker, a legjobb pillanatban, tudod, hogy mikor kell megérkezni. 13-as rúna. Kratos is ezt a helyet kereste, igen, a hegy legmagasabb pontját. Hogy ittják Joker? Szóval, ha lejjebb veszem a játék grafikáját, akkor jobb lesz egyébként a helyzet, tehát akkor nem lesz ilyen csúnya a textúra. Betanítottál egy ügyes újoncot? Nice! És te is ügyesen tanítottad be? Oké. Jó. Hát az én szavaimból bármi értelmeset és használatot kivett már elég ügyes. Ú, a nyilas tracking az... Az nagyon vicces. Hogy úgy tudnak letrekkelni, hogy amúgy... Tehát hőkövetős trackingünk van. Tehát, hogy
nem odalőnek, ahol vagy, hanem durvában csinálják. Hanem folyamatosan rád tartanak. Wow. Nyomod, tess, nyomod. Nyomod. Hagyjuk már. Ó, várjál, kifagytam. Mimik. Srácok, mindjárt eljön az idő. A megmérettetés ideje. Mi a fenét hallok? Mi történik? Szerintem valaki, túl gondolta itt a dolgokat. Traveling Maiden Hood, Gloves, cucc. Aha. A hangokkal ne törődj. Á, itt van. Na, úgy kell elkezdeni, hogy királyok legyünk. Tehát kasztolás, poti. Haló? Srácok, Knight of Blood. Azt a rohadt! Még 20 a vigor? 20 a vigor? Ez 1000 éve volt, 20, Csabi. Ez micsoda megkré? Istenem. Ó! Oh. Innen folytatódik. Jó, hát akkor csináljuk azt, hogy Golden Vow, és akkor utána nyomjuk. Ő Bloodhound Steppet használ.
Én már kihúztam 99-re minden. Jézusom Ákos. Egészségedre! Oszló petális VIP-jem. Helmjem. Armorja. Gauntlet-e és Greaves-e. Greaves-e. Arcanist szkélelődik a Frostos Ashoff-val? Nem vágom nyomcsos. Hát ha valaki vágja itt a csatlan. Na! Pillanat. Itt van. Így néz ki, srácok. Brutális amúgy. A vér lovagja. Nagyon jól néz ki ez a szett. Tehát Junónak van egy kis öccse. Ja, róla beszélt. Ez nagyon tetszik, ez nagyon jól is néz ki, azt mondom. Ez brutál jól néz ki ez a szett. Na, és amúgy van egy ostora is. Az ostor, az itt van. 20-as dex kell hozzá. Mindjárt megcsináljuk a 20-as dexet. Dexet? Dexet. Ennek a rúgása izéje. Ja. Ennek a rúgása a különleges képessége. Jó, ez a sisak, csak ne néz fel, nem, mert akkor megszurkálom a hátamat. The Tale of House Hozlo is told in blood. Ostor ez alá. Na, és akkor van itt egy Maiden set. Méghozzá a Traveling Maiden Hood. Igen. Elvileg ez az. Csodálatos. Lajosnak nagyon jól áll ez a set. Hát is öltözünk. Ó, már van farkas imp fejünk is. Láb ez az ostor. Jó, mint egy napkeleti bölcs. Na, srácok, nagyon szuper. Ezt most már megcsináltuk. Igen, tehát ide visszajöhetünk most. Spártás rúgása van? I see that you've stayed the path of champions. This is your usual reward. Please. Miért akarták megölni Junót? Akers cameo. Perhaps you are ready.
Might you see our lord? Our lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit. Treading the path of champion. Ez az egyik út Rijkaardhoz, a másikat pedig már megtaláltuk. Well, I cannot make you take the leap, but do know this. To follow the path of valor, an audience with our lord is essential. In order to defy this debasement and rise up against the Erdtree, like a true recusant of the Volcano Manor. Won't you consider our lord will know... Igen, igen. See the lord, de mindjárt megszíleljük azt a lordot. Csak előtte. Ez már amúgy nyílik szerintetek? Mi van e mögött az ajtó mögött, srácok? Működik egyáltalán az az ajtó? Van annak megoldása? Nem is fog működni az ajtó. I had hoped you'd soon return. I have the reward from Lady Tanith. De fog? Na, és mit kell hozzá csinálni? Körbe lehet menni. Hátulról nyitható. Let us tread the path of the recusant together. Komolyan? A titkos faltól? You're still alive, I see. Well. Mindjárt akkor ezt megnézzük. Egy stone sword-os kötkapu vezet oda. De azt már megcsináltam, az nem az az ajtó, Rico. Igen, itt a fal, amit 50-szer meg lehet ütni. Át is szűrődik egyébként a fény. Ha hagyjuk lejárni. Ja, itt van. Ez az a fal. Szóval meg is csináltuk. Korábban. Ja, amit kaptam most varázslat, azt a dungeonbe nyomták az elemik. Ez az, látjátok, itt más is üti. Valószínűleg gyorsabb fegyverrel könnyebb. Legalábbis szerintem Trikó, amit te mondasz, kötfalas kapu, az nem ez. Nem csömbbe nyomtak az enemik. Megnézzük majd Mekré. Látjátok, ez az. És én itt nem voltam. What? 21-es. What? Nem nyílik. Akkor ez mégse nyílik. Srácok. Ez az ajtó. Csabi igazat szólott. Vala. Igen, a ketreces leugrálós az... mutatom, hogy melyik. Az ez, nézd csak. Az ez. És itt lesznek a ketrecek. Hát egy kicsit tovább, de hogy ez az a rész. És ha az ajtót ütődött vesz, nem fog semmi se történni. Jó, öljünk egy Rijkaardot, mit szóltok? Igazából ez kellett ahhoz, hogy végig tudjuk csinálni ezeket a tanítós küldiket. Megnézzük, hogy meg tudjuk-e alázni. Ez Rika... semmi gond, Trikó. Mármint nem is Trikó a nevet, hanem Terkó. Úgyhogy, bocsi, kétszeresen. Rijkaardo megalázásban gondolkodom.
Már ha megtalálom, itt van. Well, I took you for no matter, it's all out your arms then. Sombár Smithing Stone-os. Még lehet ezt tovább húzni? De mi értelme van? Van értelme? Igazából annyi értelme, ahogy látjátok. Látjátok, hogy ilyenkor mi van. Bírom, hogy nulla STR kell a fegyver, ez... Ja! Jó. És akkor megyünk. Ás STR, igen. Hát csak... Na. New Game Plus-a van értelme, én plusz 4-esre öltem meg Rijkaardot még New Game Plus-ba is, aha. Jóló. Na ez... az ultimate alázás lesz. És igazából berakhatnám ezt is. Ezt is. Aztán... ilyen... ilyet is. Azt meg fogunk halni, mint a nubak, srácok. Az komoly. Bekapott! Mondtam, még így is meg fog minket alázni. Haló? Gond van a célzókával, srácok. Ajaj. Hát ha most ilyen noob vagyok, akkor mi lesz később? Mi van a mimikkel? Jaj! Iszunk egy ilyet. Közepesen ismert streamert élő adásba kapták be. Moshe Ricardo. Ez egy olyan fight, mint a... Jormos, a DS3-as Jormos. Ami mik nem csinál közben semmit komolyan. A szemétje. A rendes cuccaiddal ölted meg, Duriel. Kemény vagy. Nagyon akad a játék. Kicsit szétnyílt a kelgyó. Then touch the darkness within me. Miért akad a játék ennyire, haló? Hát van, aki Ormot is a saját felszerelésével öli meg. Ja, az egy királyfegyver. Menne a bildembe.
Ricardo Great rúnája. Hát, ilyen volt a teljes alázás. Ez olyan, mint a jormos fájt, hogyha tudod, hogy mikor, mivel, mit kell csinálni, akkor könnyű. Állj, surcolt! Ezt egyébként beszélgettem veletek, hogy ő egy demigád, és mégis milyen béna lett a fájtja, de amúgy meg hát, alapvetően ilyenek is kellenek. Na, most annyit csinálunk, hogy idejövünk. Aztán visszajövünk. Jorm meg Lord volt. Igen. Pont mint egyébként Rijkaard, ő meg Demigod volt. Jaj. Elmegyünk beszélgetni tanítjal. Lemaradtam a mai Wanderlandsről, vagy csak zavarba jöttem az erővel? Lemaradtál, az délelőtt volt. Zaforax. You. It's true then. You've defeated our lord. No. I must thank you. Our lord was yet weak. You have taught us that. Megtanította nekünk, hogy gyenge volt az urunk. Our lord is immortal and will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path. Ja, mindenkinek más a nehéz, Starkon. Azt mondta, hogy ő elmegy. Csináljam én is ezt. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is perhaps we will meet again along the path. Talán még találkozunk. This is perhaps. Jó. DS3 első végigjegyzéskor Jormot, a Stormruler nélkül öltem meg. Még varázslóval, 20. nekifutása. De csak amiatt, mert nem tudtam működésre bírni a karckét. My thanks! So, you killed Rijkaard. Bizony! I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the volcano manor is no more. Nincs többé a manor. He yet fulfill an old promise. We hunted our own kind and took what was theirs. And with everything in hand, the time has come to rise against the Erd Tree. Oh, greater will. Hear my voice. Aha. I am the recusant Bernard. Ő nagy Great Erwilles. Inheritor of my brother's will. And you will fall to my blade. We refuse to become your pawns. Consider this fair warning. Tehát ő figyelmeztethet minket. Great Erwil, I am the recusant Bernard. Inheritor of we refuse to become. Ja, figyelmeztethet minket, hogy találkozni fognak még az útjaink vele is. Érthető. Ha ő nagy Great Erwilles, akkor igen. Akkor érthető. És ő volt az, aki azt a megbízást adta, hogy írtsuk ki az igazi Round Table Holdba két arcot. Két arcot írtottunk ki az ő kérésére. Jó, és ő tanít már nincsen itt egyébként.
Tanit nincs itt, Bernal se lesz itt, hogyha minden igaz. Így van, Bernának is már csak a kardja van itt. Ami azért van itt, hogy meg tudjunk tanulni tőle mindent, amit akarunk. És most jön az a lépés, hogy pecsízzel dumálunk. Jó sok küldetés váratott magára, igaz? Perhaps a tarnished will be Elden Lord after all. But for now, this manor is finished. The demigod beast is slain, and Tanith has lost her head. A fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. Well, here I am, untethered once again. Goodbye, my friend. What is it? Oh, come to make a parting donation to Patches Emporium. Okay. Megveszük tőle ezt is. Cheers for that. Ha leülünk, akkor most már el se fogok találkozni. Ha minden jól megy. Így van, most már ő sincs itt. És most vissza lehet menni Ricardohoz. Nekem Larvát ér kell farmolnom, mert New Game Plus, mert a New Game Plus-t más build-el akarom. Hmm. És itt van Tanith. Oh, you. Allow me some time. Our Lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, please, find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Na, srácok. Dear Rykard, I wished one day. Srácok. Ő itt most zabál, és Patches adni fog nekünk majd egy olyan cuccot a későbbiek során, a Dancer's Canestent, amit oda lehet Tanithnak adni. Elvileg. Oh, you. Allow me some time. Our Lord's carcass. Oké. Szóval, nem öljük meg. Nem tudom, hogy mi történik akkor, srácok. Azt látom, hogy hogy neki lehet adni. Mármint, hogy Patches-től lehet szerezni ilyen cuccot a későbbiekbe, és azt neki lehet adni. De hogy mi történik akkor, nem tudom. Úgyhogy ezt ki fogjuk deríteni holnap. Holnap elég korán. Patches most elvándorolt ide, és a Melinás quest is nekem itt van. Én ezen a területen még nem jártam, úgyhogy... ez majd várat magára. Most ahova nekünk menni kell, az Ria. Te levágtad? Lehet, hogy arra a sorsa fog egyébként jutni, hogy levágjuk mi is. De minden esetre... hát megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha Patchesnek azt a cuccát nekiadjuk. Nekem nem tudom, mennyi lárvárt írem van, azt sem tudom, hogy hol lehet megnézni. Talán amúgy itt. 12.
Eddig majd már az Elden Ringezés? Mindjárt befejezzük meg. Hoppá, itt ki akarok menni. Talán ez a legrövidebb út a Riához. Ha Leon lányának odaadom a potiont, amit Ceruvis adott, akkor történik vele valami, egyelőre nem adtam oda neki. Hát ha nézd meg, hogy Ceruvis-szal mi újság, és utána, tehát hogyha Ceruvis-szal még tudsz beszélni abban az állapotában, ahol hagytad, akkor attól függ, hogy mit akarsz csinálni. Odaadhatod neki, az is egy módja. De Gideonnak is odaadhatod. You're not willing to kill me, are you? You've always been so kind and uncompromising. Olyan rendes voltál velem. Nem adjuk neked a Tonic of Forgetfulness-t. I suppose I knew in my heart of hearts how kind and uncompromising you always were. Haló? De így... Haló? Jó, akkor egyszerűen csak nem értem, srácok, hogy most ő vele mi újság. Tehát, hogy én már mondtam neki, hogy nem akarom megölni. Várom már a DLC-t hozzá, nagyon régóta nem kötött le játékmeló után ennyire. Én is azért élvezem ki. Az sem már 100 órám lesz benne. Én csak örülök, ha hosszabb a stream, a kérdés csak az, hogy kezdjek-e valamit. Mindjárt vége. Mindjárt vége. Oké, siker. Zoreas Letter és a Dedicare's Vow. A Dedicare's Vow egy nagyon vicces talizmán. Mindenkinek ajánlom, aki szeret szenvedni. FP kosztos cucc kell nekem, FP kosztos cucc, nem látom. FP kosztos. Itt van. Itt van. Dédikem. Increase damage taken. Én véletlenül levágtam és megköszönte, aztán elmentem gyóni a technőshöz, de nem volt rá szükség. Ja, hát igazából ez annyi, hogy mi a lehető legjobb endinget hoztuk neki össze, amit csak lehetett, mert hogy megköszönte neki, hogy milyen kedves voltam hozzá, és hogy szeretné azt csinálni, amit az anyja is csinált, hogy büszke legyen rám. Tanic. Ennyi. És hogy én vagyok a bajnoka. Szuper! Akkor ez is megvan, srácok. Pecsizés Millicent lesz majd ezen a részen, mármint hogy velük kell majd foglalkozni, és talán még annyit megengedünk magunknak, hogy Jarbergbe lejövünk. Daidalos Jarberin, és nem tudom kinek a küldje miatt. Adriana minden királyságos. Köszi a kérdést. Már nagyon vártam a mai napot. Ott a kis köcsög. Oh, say, cuz. Have you met Uncle Al? He used to live here with us. But he left. Alexander volt az, aki hátulról szerette, hogyha rugdossuk. The path of champions must be trod alone. So heroic, right? I miss him though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz he's big and tough and strong.
Uncle Alexander said he won't be back again. My home is of the past, and the past, as they say, is a different country. Szeretem, amikor a gyerekek utánoznak valakit. Isn't it? So, please don't tell anyone, cuz... But I'm actually a warrior jar as well. One day, I'll be just like Uncle Alexander. Olyan szeretne lenni, mint Alexander. El akarja hagyni a village-et, hogy... hogy a kis falvacskát, hogy ő is bajnok legyen. Nokron fontos a Nefeli questline-hoz is. Vannak küldetések, amik így összekötődnek. Ennyi. Igen, egyébként fontos, mert hogyha végignyomod Nokront, úgyhogy megcsinálod a Ráni questline-t, akkor igazából a Nefeli küldetés úgymond véget is ér. Ha jól tudom, nyamsas. Do you know what a hunt is? Hoppá. Do you know what a poacher is? Poacher. They hunt us. Mi lehet ez a poacher? And then take us away. This village is kept secret. So, I think we're safe here. But you should be careful if you ever meet one of them, cause I hope Uncle Alexander beats them all up first. Those awful poachers. Igen. A poacherekről beszélt, oké. Okay. Gerberinek a küldetése kell ahhoz, hogy tudjunk tovább haladni Daidalosszal, aki Junónak a tesója. Új köcsögös jött a faluban. Ott is van! Tehát, hogy a keze olyan, mint a sejem. Tehát ő jól tud köcsögölni. I'm a little disappointed actually. Even though good Sir Dialos has a wonderful suit of armor. He says he isn't a warrior, and since he's a coward, he won't be fighting anymore. His smooth and silky hands feel nice when he pats us, but I wish we had a potentate big and strong like you. Azt hitte, hogy a köcsögölő, a köcsög csináló az olyan durva, meg kemény lesz, mint én. De hogy Dialos gyáva, és... nem harcos, és mégis ő az, aki jól csinálja a köcsögöket. Szegény kisrác, csalódást okoztunk neki. Seruvis egy araszt, nyamsas. Jó, elvileg Dialos itt van. Köcsögölő! Well, aren't you full of beans? Itt van. No wonder you're covered in muck. Oh, my friend, it's been far too long. I have to say you caught me at a rather low point. But as you see, I've put all that behind me. Left the volcano manor, forging my own path now, making my own choices. Even a fool like me can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. A fool I may be, but I can look after some simple jars. Do you pity me? Okay. A fool I do you pity me? Szóval itt van most Dialos. Annyit meg akarok nézni, hogy Gerberin és Dialosszal mi újság. Aha.
Szerintem ezt nem tudjuk még megcsinálni. Így van. Ó, hát ezt valószínűleg mi nem fogjuk tudni megcsinálni, ezt a küldit. Legalábbis Jarberin küldiét nem most fogjuk tudni megcsinálni. Mert attól én még távol vagyok. Oké. És Dialoszt meg tudjuk csinálni? Mármint, hogy a küldiét. Mindenkit fel lehet támasztani? Bizonyos körülmények között fel lehet támasztani őket. Jó, akkor ez lehet, hogy ennyi. Dialosznak pedig az kell. Oké. Jó. Annyit még talán érdemes megcsinálni, hogy... hát, ja. De csak bizonyos körülmények között lehet mindenkit feltámasztani. Mármint, hogy majdnem mindenki. Ja, amúgy én Celubisnak a küldjét is szerettem volna megcsinálni. A fool I may be. Do you pity me? Na. Amúgy lehet elszúrtuk. Srácok. Mert hogy kihagytuk azt a részt, hogy eljöjjek ide Rijkaard megölése előtt. Amúgy a srácok, szerintem ez a küldi, ez fajlos. És azért fajlos, mert nem jöttem ide Dialosszal domálni. És így nem tud tovább menni a küldetésünk a következő lépésre, miután Rijkaard meghal. Rip. Úgyhogy valószínűleg ez a küldi, ennek a küldinek így annyi. Pancban. A kisköcsögét lehet meg tudjuk csinálni. De Dialosznak lehet, hogy annyi. Az igen. Sok teleportálgatás után meglett. Ja, Dialosz az lehet, én a kisköcsögre gondoltam. Azt nem tudom, mi van akkor, hogyha... Ja, Dialoszét meg tudjuk csinálni persze, csak... Mármint, hogy a kisköcsögét meg tudjuk csinálni persze, csak én... Dialoszra gondoltam. A kisköcsög az Jarberin, a nagyköcsög pedig... Ja, ez valószínűleg így rippentjű. Pillanat. Amúgy, hát elportolunk ide, aztán vissza. Put this foolish ambition to rest, azt ki is mondjam? Ja, persze, Jarberinhez még kell progress másfele, igen. Csak... Aha! Megtörtént. Megtörtént, srácok. A kisköcsög nincs itt. Sikerült. Ezt Margit mondja? Tényleg. Dialosz volt a poacher. Tehát
quite a lot of us got broken. I won't cry though. I'm a warrior, John. Egy harcos, köcsög. A warrior. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I want to be one day, cuz. Even if I'm scared, I'll still fight to protect everyone. Az nem Diahlos lesz, testvérem, hanem Juno. That's the kind of warrior. Even if I'm scared. Nem tudom, mit triggereli egyébként a támadást, hogy megtámadták a falujukat. Csinálunk nappalt. Jó. És akkor most jön Diahlos. You. Are the jars. Are they all right? Did I defend them? Persze, megmentetted őket, Diahlos. Végre csinált valami hősieset, amit mindig is szeretett volna. Talán most ez lesz a gyorsabb. Még jó, hogy nem valami céges saját infót linkeltem? Hát legalább, Mekré. Ez lesz az utolsó dolog, amit tényleg csinálunk. Ez az egyed. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I'm, one who protects everybody. Így van, mindenkit megvédett. The tale of House, that's the kind, one who protects every. Oké. Jó. Srácok, most az a lépés jön, hogy elteleportálunk, aztán vissza. És akkor megtörténik, amit akartunk mindig is. Hogy vége legyen a Diahlosos küldinek. Amúgy kedves voltam Diahlosszal, nem izé szivattuk meg. Meghalt, de nem szivattuk meg azzal, hogy nem ért el semmit. Ne úgy halljon már meg, hogy izé értelmetlen volt neki a dolog. Nem? Kacok. Uff, ott is van. Ott is van. Nagyon szuper. Diahlosnak a maszkja, amit nem láttunk rajta sosem, illetve a dupla ostor. Így van. Ezt sikerült végül tegnap Avidnak megcsinálnia? A dupla ostort. Ostor ez a láb. Ostor ez az ostor. Na, srácok! Ennyi lett volna mára az Eldar ringezési. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Nagyon örülök neki, hogy sikerült haladnunk hát sok felé. A Volcano Manort így a vége felé kiklíráltuk, a Diahlosos küldetéssel meglettünk, a pecsizes végre haladt, a riásat befejeztük, a tanítos lassan a végére ér, Millicentet végre el tudom kezdeni, belevágtunk a havas területekbe, ahol találkoztunk Shabririval, Juno meghalt, úgyhogy a Volcano Manoros küldetések haladtak most a legjobban, illetve úgy kezdtünk, hogy Leyndelt kitakarítottuk, és egy lore szempontjából érdekes dolgot már felfedtünk az elején, úgyhogy azt érdemes megnéznetek, hogyha esetleg lemaradtatok volna róla, valamint legyőztük
Seabed, mit hogy is hívják? Dung Eatert már nem fog minket megátkozni, 5 Seedbed Curse kell neki, és akkor az ő küldetése is meg lesz. Valamint a Frenzied Flame-es helyen elértünk oda, úgyhogy ha minden küldetéssel megleszünk, akkor a Frenzied Flame-es rész jön. Igazából a fa felgyújtás előtt el kell jönnünk hozzá, és akkor magunkra venni a három ujjak érintését. Ennyit csináltunk ma. A következő streamben Ricardo rúnáját berakjuk, és megnézzük, hogy milyen cuccokat tudunk majd a nagy bossokból kivenni. Ennyi.